Köszöntöm nézőinket! Egy nagyszabású túrára szeretnék invitálni mindenkit, vagy legalábbis a startvonalhoz egy picit tisztelgésképpen ellátogatni, hiszen január 13-án szombaton a Doni katasztrófa áldozatai és túlélői előtt tiszteleg majd az a túra, ami a Deák térről indul 10 órakor, a gyülekező egyébként már 9 órakor kezdődik. Hogy pontosan miről is van szó, hamarosan kiderül beszélgetésünkből. Köszöntöm a stúdióba az urakat, Németh Csabát, a Sopron járás területvédelmi század századparancsnokát és Orosz László Sándor urat, őrnagyot, a 16. hadkiegészítő és toborzó iroda irodavezetőjét. Köszönöm az uraknak, hogy elfogadták a meghívást. Szép napot kívánok én is. Vágjunk akkor mindjárt bele, egy rövid történelmi kis emlékezést kérnék a legelején, hogy pontosan milyen történelmi esemény előtt tiszteleg majd a túra szombaton. Azt hiszem mindenkinek a történelmi tanulmányaiból lesz sajnos ismert ez a dolog. 81 évet kell visszamennünk az időbe, konkrétan 1943. január 12-ére, ugyanis amikor a Donkanyarban a második magyar hadsereget, több mint 200 ezer főből állt ugye ez a hadsereg, a szovjet támadás érte ugye a második világháború során. Az idő folyamán sajnos kiderült, hogy csekély esélye volt ennek a hadseregnek arra, hogy ezt a hatalmas méretű offenzívát a szovjet részről kivédje. A akkori katasztrófának és az ott, illetőleg azt megelőző hídfőcsatákban elesett több mint 90 ezer hősi halottra emlékeznénk, illetőleg az ő emlékükre szerveztük meg ezt a túrát, úgyis, mint a Magyar Honvédség Sopron járás területvédelmi százada, illetőleg a MATASZ megyei szervezetével, a MATASZ az a Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei szervezetével karöltve. Különösen itt a MATASZ-nak a szerepét szeretném kiemelni, azon belül is dr. Pozsgai Péter, MATASZ elnöknek, megyei elnöknek a szerepét, aki nem mellesleg tartalékos főhadnagy és a járási század századparancsnok helyettese. Ez a túra tulajdonképpen, ahogy ön is említette, igen, 13-án reggel 9 órakor fog indulni, illetve nem is indulni, hanem akkor kezdődik el a gyülekező, illetőleg 10 órakor lesz majd a start. Ebben a röpke egy órában eléggé, illetve próbáltuk belesűríteni azokat a dolgokat, amik a megemlékezése, illetőleg azzal a túrával kapcsolatos fontos tudnivalókat összefoglalja. Na hát ez nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, azért beszéljünk egy kicsikét arról is, hogy a túrára mondjuk milyen felkészültség kell, ki csatlakozhat egyáltalán hozzá, van-e valami feltétele, és hány kilométeren keresztül vezet, és mi történik az út során? Kezdeném akkor az elején. Hát nincsen megkötve ehhez a túrához, bárki csatlakozhat, civil, egyenruhás, legyen az katona, vagy bármely más rendvédelmi szervnek a tagja, nagyon szívesen látjuk. Az internetes fórumokon, illetve a különböző közösségi médiákon hirdettük meg ezt a rendezvényt. Egy előzetes regisztrációt kértünk ugyan, történetesen azért, ugye, hogy azért mégis tudjuk, hogy hány főre számítsunk, ennek majd a miértjét majd a későbbiek folyamán azért elmondanám. A regisztráció az nem feltétele ennek a túrának, hogy részt vegyen bárki, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy akkor, hogyha valaki ott 13-án ott a sátornál, az indulásnál megjelenik és jelentkezik, hogy én szeretném ezt a távot teljesíteni, szeretnék részt venni rajta, mindent további nélkül megteheti. Ez a 9 órakor indul ez a program, mint említettem, annyiban, hogy akkor a bajtársaim elkezdik kiosztani a különböző itineleket, illetőleg a tájékoztatókat megadni ebben a programmal kapcsolatban, merre, hogyan fogunk menni. 9 óra 30-kor ezt a folyamatot egy kicsit megszakítjuk, és akkor egy rövid emlékezést, illetőleg koszorút fogunk elhelyezni a hősöknek az emlékművénél a Sopronban a Deák téren. A start az ugyanennél fog indulni majd 10 órakor. 35 kilométeres táv, ami részben érinti az első néhány kilométer Sopron belvárosán, illetőleg Sopron városán keresztül. Kicsit visszafelé megyünk a határ felé, mert elindulunk és kimegyünk a Bánfalvi Hősi temetőbe, ahol szeretném azt elmondani, hogy biztosítunk ott több száz gyertyát, tehát lehetőség van arra, hogy aki szeretné, akkor az ott örök nyugovóra helyezett II. Világháborús hősi halottaknak a sírjára egy emlékezés gyertyáját elhelyezheti. Ezt követően az erdőben halad tovább a túra, érinti a valamikori soproni kempinget, Harka, Kópháza, Nagycenk, és a végállomás pedig majd Sopronkövesdel lesz, mint mondottam, ez egy 35 kilométeres, nem olyan hosszú, mint ahhoz képest, ami az, hogy 1943-ban 81 évvel ezelőtt volt, de azért emberpróbáló.
hát közel 600 kilométeres, 600 méteres szintkülönbséget kell azért legyűrni. Tapasztaljuk, hogy most milyen időjárás van. Valószínűleg addigra enyhülni fog, de azért arra kérünk mindenkit, hogy azért készüljenek rá, hogy azért mínuszfokok lesznek. Ennek megfelelően öltözködjenek majd az emberek. Azt is el kell, ugye, hogy mondjam, a legfontosabb dolog ilyenkor mindig, amit elmondunk, hogy a legfőbb a biztonság. Tehát amikor haladnak az útvonalon az emberek, az első részében, ami Sopront érinti, a soproni katonák kísérni fogják a túrázókat egészen a Hősi temetőig. Onnét viszont mindenki egyénileg fogja majd végrehajtani a túrát, illetőleg a menetvonalat. Lehetőség lesz arra is, hogy ha valaki nem teljesíti a távot, nem bírja, hát ez nem szégyen az egész, mert azért 35 km, az ha csak 35 km, ember próbáló, akárhogyan is nézzük, az egészen bármikor van lehetőség kiszállni. Egyetlen egy kérésünk lesz majd arra, hogy azokon az ellenőrző pontokon, amiből 7 lesz, ezeken a pontokon azért jelezzék, hogy kicsoda, micsoda, ez vagyok és ez vagyok, mert ugye azért a végén a pontosan itt visszatérünk ugye a regisztrációra, hogy mondjam, tudjunk, hogy esetleg, ha valaki nem érkezik be a célba, vagy nincs meg darabszám, bocsánat, hogy így mondom, akkor tudjuk, hogy hol keressük, hogy esetleg nem kell keresnünk azt az embert. Mindjárt visszatérünk arra is, hogy mi fog történni majd, amikor beél ez a több száz ember a célba. Most azonban maradjunk még egy picikét a reggeli időszaknál, hiszen reggel ott már ilyen 8:30-9 körül bőven megkezdődik a gyülekezés, és megérkezik a katonai toborzó tájékoztatópont is a helyszíre, hiszen képviseltetik magukat. Ön nagyon mi fog ott történni, kiket várnak oda, mi a jelentősége ennek a pontnak? Tehát a startponton egy katonai toborzó tájékoztató hely is üzemelni fog, és elsősorban azokat várjuk, akik a hazavédelme iránt elkötelezettek. Illetve egészségügyileg, fizikailag, pszichikailag érzik magukba az energiát, az erőt arra, hogy katonai szolgálatot teljesítsenek. Alapvetően nyilván a fiatalokra számítunk, de tartalékos katonai vonatkozásban akár idősebb generáció is jelentkezhet, természetesen nyugdíjkorhatárig. Előfeltétel viszont az, hogy magyar állampolgárokat várunk mindenképpen, 18. életévüket betöltötteteket, és büntetlen előélethez ragaszkodunk. Hiszen egy bajtársi közösség részeként kell szolgálni a hazát, védeni itthol, akár határon túl is a magyar érdekeket. Na most egy picit visszacsatolva így a Don kanyarnál bekövetkezett eseményekre, nyilván egy nagy főhajtás minden katona számára az, hogy elődeink nagyon-nagyon nehéz körülmények között is helyt álltak. Tehát áttörték ugyan a magyar védelmi vonalakat, de azért egy olyan hatalmas méretű túlerővel szemben több órán keresztül akár az Urivi, akár az Csúcsjői hitfőben is tartották az állásokat a magyar katonák, amikor már a jóval erősebb német hadsereg is hátravonult ezekről a területekről. A személyes érintettség is majdnem minden családban megvan. Én magam is nagyapám révén, aki szintén a második magyar hadsereg tagjaként, tüzérként szolgált a Donkanyarba, aztán tűnt el az események során. Én magam is érintett vagyok, de szinte nincs olyan magyar család, akinek ne lenne valamely hozzátartozója a második világháború harcaiban érintett. Hát nagyon sok veszteség érte a hazát, nagyon sok katonánk elesett, és ezért is törekszünk arra, hogy a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként most a legmodernebb felszereléseket, a legmodernebb technikai eszközöket biztosítsuk katonáink számára. És ennek egy kiemelt része az, hogy most például a Klapka György első páncélos dandár önjáró tüzérosztályához várjuk a jelentkezőket. Február 12-én lesz a bevonulás, úgyhogy még lehet jelentkezni, és bruttó 737.000 forintos kezdő életményt tudunk kínálni. Ezzel kapcsolatban is további tájékoztatás lesz a startponton lévő toborzóhelyen. Azért hadd kérdezzek most, akinek felkeltettük az érdeklődését, hogy ma már azért ez a fiatal jelző, fiatal korosztály kicsit úgy szélesedik. Ezért lenne számomra legalábbis érdekes, hogy azért mondjunk egy tolig korhatárt, akik bevonulhatnak ide, illetőleg a másik, ami érdekel, hogy hát férfiakról, fiúkról van szó csupán? Abszolút nem. Tehát ugyanúgy várjuk a hölgyek jelentkezését is. Korhatár vonatkozásában igazából nincs meghúzva
65 éves korig gyakorlatilag, igazából 62, mert 3 évre kötünk szerződést a legénységi állománnyal, akár 62 éves korig is jelentkezhetnek, de olyan kiemelt fizikai, egészségügyi és pszichológiai követelmények vannak, hogy a tapasztalataink alapján 45 év fölött már nem nagyon tudják teljesíteni. A fontos az egészség, fontos a fitség, fontos az, hogy egy sportos testalkatú legyen a jelentkező, de kiemelten fontos az, hogy fejben is ott legyen, hogy rászánja magát, hogy be tudjon tagozódni egy bajtársi közösség tagjai sorába. És ez tulajdonképpen itt most a hivatásosokról beszélünk? Elsősorban most hivatásos, igen, szerződéses katonák, igen, jelentkezését várjuk, de a tartalékos katonai szolgálatvállalási formákra is ugyanúgy várjuk a jelentkezést, az érdeklődést, illetve ott viszont jóval kisebb a bemeneti követelmény, akár fizikailag, akár egészségügyileg, akár pszichológiailag, úgyhogy azt tényleg valóban elkezdheti az idősebb korosztály is. Azért a tartalékosoknál maradjunk egy icipicit, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület lehet azok számára, akik mindig egy kicsit ott volt, hogy foglalkoztak ezzel a témával, és szeretik volna kipróbálni magukat, de nem volt rá lehetőségük. Tulajdonképpen akkor ők is azért egy olyan jellegű kiképzésen, ha jól fogalmazok, mennek keresztül, tehát, hogy akik tartalékosnak jelentkeznek, azok is belekóstolhatnak ebbe az életformába, és főként ebbe az eszmébe, ebbe az értékrendszerbe. Abszolút így van, sőt, hogy a pozitív tapasztalatokról beszámoljak, egyre inkább jellemző az, hogy tartalékosként kezdi valaki a katonai pályafutását, és vállalja azt, hogy bevonul a szerződéses katonai szolgálatra jelentkezőkkel együtt megcsinálja az alapkiképzést, és időközben kedvet kap hozzá. És azt mondja, hogy jó, hát inkább akkor főállásba folytatnám ezt, hiszen olyan lehetőségeket biztosítunk az illetmény mellett, olyan plusz juttatásokat, illetőleg olyan plusz életpálya modellt, ami azért egyedülálló. Főleg aki vonzódik az egyenruha iránt, szerintem mint katona leginkább itt tudja megtalálni a számítását, ha hosszú távon gondolkozik a katonai szolgálattal kapcsolatban. De magáról a tartalékos kiképzést, én úgy gondolom, hogy a százados úr egy kicsit részleteiben is tud nekünk adni egy rövid tájékoztatót. Természetesen, köszönöm. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a 18 évesen valaki, hogy szeretné kipróbálni magát, vagy egyáltalán csak érdekli a katonaság, vagy úgy gondolja, hogy brahiból megpróbálom ezt a dolgot, és úgy, ahogy Örnagy úr is elmondta, nagyon sokan vannak úgy tényleg, hogy bejönnek, hát kipróbálom, és megtetszik neki, és megszereti. Nem akar hivatásos lenni, nem akar szerződéses lenni, hanem most nagyon durvát fogok mondani, hétvégi katonaként szeretné ezt csinálni. Tulajdonképpen a kiképzés az ugyanaz, mint a hivatásos és a szerződéses katonáknál van. Annyi különbséggel, hogy nem szükséges bevonulni egyszerre 6 hétre, vagy 2 hónapra, vagy 3 hónapra, hanem egy modulrendszerbe történik a felkészítésük, ami annyit jelent, hogy adott esetben egy hónapban, egy hétvégére, egy péntek szombatra, vagy egy szombat vasárnapra behívásra kerülnek, és az alatt a 2 nap alatt egy intenzív felkészítést kapnak egy adott modulból. Szóval ezek a modulok teljes egészében úgy épülnek fel, hogy amikor bejön a jelentkező, akkor megtanítják neki először is azt, hogy melyik a jobb, meg melyik a bal lába, mert nagyon hamar be tudják bizonyítani a kiképzők azt, hogy nem tudják az emberek, egészen egy odáig, hogy végre hajtanak egy éles lövészetet. Ezután pedig természetesen, ahogy Őrnagy úr is elmondhatta, válogathatnak különböző szolgálati formák között, illetőleg vállalhatnak külföldi szolgálatot is, hogy már azt mondjam. És igenis a tartalékosok között is vannak olyanok, akiknek már azt kell, hogy mondjam, hogy ez a munkája. Önállók a behívás, illetőleg ez a szolgálatadás és kötelezettség egy kicsit másképpen alakul, mint a hivatások és szerződéseknél, de ahogy amit Őrnagy úr is említette, pénzügyileg ugyanúgy jó járnak, mint a hivatásos és szerződéses katonák. És akkor kiegészítve egy picit a százados utat, nem elfelejtve ismét a fiatalokra visszacsatolva, ez egy nagyon-nagyon jó szolgálati forma annak, aki mondjuk egy felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytat. Hiszen őt szorgalmi időszakon kívül fogjuk behívni egy kiképzésre, és gyakorlatilag amellett, hogy kiemelt illetményt kap, illetve különböző ösztöndíj pályázati lehetőségei vannak, időről időre meghirdeti a Magyar Honvédség az önkéntes katonai szolgálat rendszerét, melynek során plusz felvételi pontokhoz is lehet jutni.
illetve hamarosan, és akkor felvétellel kapcsolatban hamarosan érkezik a felsőoktatási felvételi határidő, úgyhogy külön fölhívnám a fiatalok figyelmét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd Tisztképző Kara által kínált különböző lehetőségekkel, a különböző szakirányokon, ahol kiemelt illetménnyel várjuk a hallgatók jelentkezését. Hát én remélem, hogy a fiataloknak meghoztuk a kedvét, de azért még tartozunk a nézőknek egy kis rövid információval. Fejezzük akkor be úgy, hogy Sopronkövesre megérkezik a túra, honnan kiindultunk szombaton, ugye 10 órakor elindul. Kövesdre körbe hány órakor érkeznek a túrázók, és ott mi történik? Mikor érkezik be az első túrázom? Ez nagyon képlékeny dolog, ugyanis, ahogy beszélgettük itt már korábban is róla, mondhatom azt, hogy ez már a túra, ez már egy hagyomány. Ebben a formában, hogy most megrendezzük, ez már a második alkalom. Korábban, mint honvédség, tehát mint a területvédelmi század már rendeztünk így Doni emléktúrát, akkor hosszabb volt, meg kell, hogy mondjam, mert azon csak katonák vettek részt. Ugye most, hogy így mondjam, civilek is részt vehetnek rajta. Tehát amikor oda beér, az a 35 kilométer után, hát 10 órakor, hogyha elindulnak, vannak ilyen elvakult emberek, mondhatom így nagyon jól, mint az a tavalyi év folyamán tapasztaltuk, és végigfutották. Hát maratoni futók. Nekik ez nagyon jó edzés volt az egész, és nem tudom, hogy mennyi idő alatt fogják teljesíteni, de én gyanítom, a 2,5-3 óra alatt simán le fogják futni azt a 35 kilométeres távot. Azért maradjuk az átlag embereknél, jó? Ne rettentjük el a nézőket. Átlag embereket nézzük, a tavalyi évet, hogyha nézem, akkor azt mondom, hogy este 6 óra, 18 óra és fél hét között az utolsó ember is beért. Mikor beérnek oda Kövesdre, akkor ott mi várjuk őket egy babgulyásra, illetőleg forralt borral, aki ugye nem kocsival érkezik, az őt, aki meg nem, vagy ki járművel érkezik, annak egy forró teát látjuk vendégül, illetőleg, azt is el kell, hogy mondjam még, az első 400 beérkezőnek egy emlékfelvarrót fogunk biztosítani, illetőleg adni ajándékba. Köszönöm szépen az uraknak a sok-sok hasznos információt, remélem, hogy meghoztuk a nézők kedvét, és hát szombaton minél többen ellátogatnak erre az emléktúrára, mert a cél nemes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért Mozaik című adásunkba. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!